Mai epizódunkban az egzotikus Hawaii-szigetre Kauaira utazunk. Az elbűvölő szépségéről, smaragdzöld hegyvonulatairól és fehér homokos partjairól híres táj, az ősi polinéz kultúra és a végtelen kalandozások tökéletes elegye. Nem csoda, hogy a Kertszigetet a csendes óceán gyöngyszemének nevezik. A műsor házigazdája ezúttal is a természetes szépségű Lisa Gleave. Aloha! Üdvözlöm Önöket a Kertszigetként ismert Kauairól, Lisa Gleave vagyok. A mai epizódban 7 egzotikus modellünket ismerhetik meg, bolygónk egyik legszebb, érintetlen szépségű nyaraló helyén. Szép lányok és kalandok várják Önöket e paradicsomi környezetben. Bikini túra. Játék a paradicsomban. Az amerikai szárazföldtől 3900 kilométerre fekvő, a csendes óceánban elterülő Kauai a Hawaii-szigetek legrégebbi tagja. Kialakulása több mint 5 millió évvel ezelőttre tehető. A közel 894 négyzetkilométer területű, 145 kilométeres partszakasszal szegélyezett sziget földünk egyik csodálatos ékszerdoboza. Ismerjük meg első modellünket, aki Providenceből érkezett. Hello, Rebecca Di Pietro vagyok, és először járok Kauai gyönyörű szigetén. Az alakom megőrzése érdekében igyekszem helyesen táplálkozni és tornázni. Úgy bánok a testemmel, ahogy megkívánja. Cserébe úgy reagál, ahogyan szeretném. Fantasztikus érzés volt a Napali parton forgatni Kauaiban. Lenyűgözően egzotikus a táj, gyönyörű és búja zöld. Keveseknek adatik meg, hogy eljussanak azokra a helyekre, ahol forgattunk. Csodálatos volt viszont látni a tájat a videófelvételeken és a fotókon. Ha választhatnék egy úti célt a világban, Olaszországba utaznék. Én olasz vagyok, és szívesen megnézném a hazámat. Ha Olaszországba készültök, gondoljatok rám. Ragyogó szépségű lányaink hamarosan meghódítják az eget, és a magasból gyönyörködnek a trópusi sziget ékességében. Folytatjuk utazásunkat a lélegzetelállító Kauai szigetén. Ismerjük meg a következő modellünket, aki Fort Lauderdale-ből érkezett. Hello, Heather McQuick vagyok Fort Lauderdale-ből, és most járok először Kauaion. Sejtettem, hogy Hawaii gyönyörű lesz, de amikor megérkeztünk, elbűvölt a táj szépsége. Fantasztikusak a hegyek, a szirtek, az állatvilág, és az emberek is roppant barátságosak. Az alakomat edzéssel próbálom megőrizni, de ebben nem igazán jeleskedem. Általában beiratkozom egy fitnessterembe, 3 hónapig járok edzeni, azután nem megyek le soha többé. A modellkedés nem újdonság számomra. 19 éves korom óta dolgozom a szakmában. Most 23 éves vagyok. A forgatás viszont új nekem. Meg kellett tanulnom, hogyan kell mozogni a kamera előtt. Most már belejöttem, és sikerült ráéreznem az ízére. Legyőztem a félelmeimet, habár ez rossz órá.
De nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent kipróbálhatok. Elmentünk egy drótkötélpályára, és úgy voltam vele, hogy vágjunk bele. 3-4 kört is mentem. Az első alkalommal fura érzés volt odafent lógni, de a végén simán elengedtem magam. Szuper volt! Amikor Kauaiba érkeztem, szerettem volna megismerni az igazi Hawaii-t. Szívesen elutaznék egy távoli helyre, esetleg Fidzsire, ahová kevesen jutnak el, és szeretném megismerni az ott élők életét. Számomra ez fontos. Kauait legjobb a levegőből felfedezni, ezért hamarosan helikopterre szállunk. Mai idegenvezetőnk Jason lesz a helikopter pilótája. Kérlek, mondd el, hogy mit látunk ma. Meg fogom mutatni a sziget legszebb vidékeit, amelyeket kizárólag helikopterrel lehet megközelíteni. A jurakori vízeséseket, a Waimea kanyont, a Napoli partot, valamint a Wailele hegységet. Fantasztikusan hangzik. Készen állsz, Rebecca? Persze, indulhatunk. Akkor induljunk. Káprázatos kép tárult elénk a helikopterről. Ebből a szemszögből máshonnan nem láthatjuk a szigetet. A vízesések látványa volt a helikopteres kirándulás fénypontja. Szenzációsan szépek voltak, ami csak odafent tapasztalhat meg az ember. Néhányszor megijedtem egy kicsit, amikor a szél belekapott a helikopterbe, és amikor keresztül repültünk a völgyeken, de nem történt baj. Adják meg az alkalmat, és ismerjék meg következő modellünket. Marcy Neves vagyok. Connecticutból érkeztem, és először járok Kauaion. Fantasztikusan szép ez a sziget. Csodásak a tájak. Még sosem láttam ehhez foghatót. Rendkívül szoros az időbeosztásunk, rengeteget dolgozunk, de ez egyben egy nagyon jó játék. Olyan dolgokba kóstolhatunk bele, amikre eddig sosem volt lehetőségünk. Emlékezetes élményekkel gazdagodunk. Fantasztikusan jó itt forgatni. Önbizalommal tölti el az embert, és inspirálóan hat rám a táj szépsége. Kívülbelül gyönyörűvé tesz. Ha választhatnék úti célt, nem volnék válogatós. Szívesen elutaznék bárhová. Örömmel visszajönnék Kauaira. Igazi kikapcsolódást nyújtó, gyönyörű sziget. Remek nyaralóhely, ahol jó megszabadulni a szürke valóságtól. Kivételes élmény volt Kauait a levegőből látni, de ezúttal vízre szállunk. Tartsanak velünk egy izgalmas kajaktúrán. Hölgyeim, hamarosan beülünk a kajakokba. Felkészültetek? Igen! Akkor gyerünk! Gyönyörű volt az óceán. Én Josh-sal ültem egy hajóban, aki keményen nevezett. Így én szabadon gyönyörködhettem a csodálatos tájban. Nagyon könnyű volt, vitt minket az áramlat, így nem kellett sokat eveznünk. Rengeteg sellőt láttam. Hát csak vicceltem, de sok teknőst láttunk, nagyon szuper volt. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Josh, szerinted milyenek voltunk? Fantasztikusak, nagyon köszönöm nektek.
Mi vagyunk a világ legjobb kajakosai. A legjobbak. Biztos? Biztos. Jól van, nagyon köszönjük. Maradjanak velünk. Hamarosan modelljeink felfedezik a ragyogó türkiszkék óceánt. Folytatjuk utazásunkat a csodálatos Kauai szigetén. Készüljenek, mert egy újabb csodaszép modell érkezik önökhöz. Christina Carroll vagyok, Kolonából érkeztem, és ez az első alkalom, hogy Kauaion járok. Fantasztikusan szép ez a hely, nem láttam még ilyen gyönyörű óceánpartot. Elragadó és egzotikus ez a sziget. Csodálatos! Három évig tanárnak tanultam, de mára ez csak B-terv maradt. Szeretnék filmekben, tévéműsorokban szerepelni, vagy ehhez hasonló izgalmas dolgokkal foglalkozni. Szívesen lennék reklámarc, szeretnék bekerülni a szakmába. Azt szeretem a forgatásokon, hogy szexinek érzem magam. Az emberek szerint szexi lány vagyok. Ezt most hallom először. Eddig csak azt mondták, hogy csinos vagyok. Szeretem hallani, amikor dicsérnek. A különböző programokból a terepjáró vezetést élveztem a legjobban. A végén én lettem a legpiszkosabb. Mivel könnyű a súlyom, én voltam a leggyorsabb is. Az összes lányt leelőztem. A jó alakom kizárólag a szüleim érdeme. Nem táplálkozom helyesen, és nem teszek érte semmit. Egyszerűen szerencsés vagyok, ez csak is a szüleim érdeme. Ha bárhová elutazhatnék, a Dominikai Köztársaságot választanám, mert még sosem jártam ott. Sok fotót láttam róla, és mindig is vágyam volt eljutni az országba. Menjünk be! A lágy trópusi esőben a modellek megragadják az alkalmat, és kiruccannak egy bevásárlókörútra. Na, hogy nézek ki? Ide nézzetek! Mi lehet ez? Ez egy kókuszdióból készült retikül, ami kiválóan használható melltartónak. Ez egy tengeri csillag. Csodaszép. Nos, lányok, találtunk egy-két remek holmit, de még mindig esik. Frissítsük fel magunkat, és menjünk el vacsorázni a többiekkel. Induljunk! Rendben van. Íme egy újabb meseszép modell. Evelyn Nijmeister vagyok, Detroitból érkeztem, és első ízben járok Kauai szigetén. El vagyok ragadtatva a tájtól. Káprázatosan szép hely, bármikor szívesen visszatérnék ide. Az otthonom mindig is Detroit marad, de nemrég Long Islandre költöztem, ahol felvételiztem az egyetemre. Jelenleg művészetterápiát hallgatok, és ebből a tárgyból szeretnék diplomát szerezni. A művészetterápia nagyon hasonlít a többi gyógymódhoz, ám a gyógyszerek helyett a művészetet hívja segítségül. Az ember az érzelmein keresztül fejezi ki magát, így birkózva meg az élet nehézségeivel. Az iskola és a munka mellett nem sok időm jut edzeni, ezért nem marad más, mint hogy odafigyeljek az étkezésre és sokat pihenjek. Nagyon szeretem a modell szakmát. Az a legjobb benne, hogy csodaszép helyekre juthatok el, mint például Kauai. Itt nem számít, milyen nehéz napom volt, a hely hangulata mindenért kárpótol. A víz fantasztikusan meleg, az ember nem foghat mellé. Itt akkor is szuper minden, ha esik az eső. Egyáltalán nem érzem munkának, amit csinálok. Mintha egész nap nyaralnék és ütkéreznék a napon. Having fun at all these adventures.
választhatnék úti célt, Olaszországba utaznék. Sok trópusi országban megfordultam már, de csodás élmény lehet Olaszországban járni. Nagyon tetszik a kultúrája. Nem indulhatunk haza, amíg nem búvárkodtunk. Ebben Bobby Nagau lesz a segítségünkre. Bobby, mesélnél nekünk egy kicsit erről a térségről? Ezen a helyen fogunk búvárkodni, és rengeteg halat és teknőst látunk majd. Ha szerencsénk lesz, barátfókával és cápával is találkozunk. Cápával? Remélem nem éhes. Ha meglát titeket, megjön az étvágya. A búvárkodás miatt féltem, hogyan fogok lélegezni a víz alatt. Kicsit pánikba estem. Nyeltem egy kis vizet is, de gyönyörű halakat láttam, és nagyon jól éreztem magam. Szemrevaló hölgyek, pesdítő kalandok, a világ leglátványosabb tájai. Ezzel várjuk Önöket hamarosan. Folytatjuk utazásunkat a gyönyörű Kauai szigetén. Következő modellünk egyenesen Baton Rouge-ból érkezett hozzánk. Hello, Amanda Henkel vagyok Baton Rouge-ból. Ez az első utam Kauai szigetére. Számtalanszor megfordultam már Hawaii-n, a nagy szigeten, de itt először járok. Nagyon tetszenek a felvételek, amiket az út során forgattunk. A táj, a környezet nagy segítség, az ember jó hangulatba kerül tőle, szexinek és szabadnak érzi magát. Ez érezhető a felvételeken is, és segít abban, hogy jól sikerüljenek a képek. Jelenleg főállású modell vagyok, és igyekszem élvezni, ameddig csak lehet. Sokat edzek, szeretek sportolni, és van két kisfiam, akik ikrek, 4 évesek. A kardió edzést le tudom azzal, hogy utánuk futkározom. Sosem unatkozom otthon. Ha egyiküket felveszem, fel kell vennem a másik fiút is. Szóval ez teszi ki az erőnléti edzést. Sok példaképen van a szórakoztatóiparban, akikre felnézek. Pamela Anderson gyönyörű karriert futott be, ugyanakkor nagyon jó édesanyja a gyermekeinek. Számomra ő az ideális nő, akire felnézek, és remélem, hogy egy napon hasonló sikereket érek el. Hawaii végtelen lehetőségeket kínál. A lányok kipróbálják az esőerdő fölötti drótkötélpályát. Szerinted félni fogunk, vagy tetszeni fog nekünk? Talán egy kicsit félni fogtok az extrém kalandtól, de nem esik bajotok. Lányok, készen álltok? Igen! A drótkötélpálya óriási élmény volt. Még sosem voltam ilyen helyen. Azt hittem, hogy majd be kell ülnünk egy kis felvonóba, ami tart minket, és a lábunk a füvet súrolja, de nem. Fent voltunk a hegycsúcson, és az egyik szirtől csúsztunk a következőig 120 méter magasban. Úgy 50-60 km/órás sebességgel száguldottunk, ami nagyon tetszett. Üdvözletem! Ismerjék meg mai utolsó modellünket!
Melissa Tingley vagyok, és Kaliforniából érkeztem. Ez a harmadik alkalom, hogy Kauai szigetén járok, és ezen a héten éreztem legjobban magam. Nagyon szeretek itt forgatni. Imádom a homokot és a vizet. Szerintem izgalmas és szexi. Szeretek hemperegni a parton a homokban és pózolni az óceánban. Nagyon klassz érzés. Az alakomat futással tartom karban. Maratoni távokat teljesítek és súlyt emelek. Nem szoktam diétázni, azt teszem, amit akarok. Ha fogyni szeretnék, elmegyek futni. Ha választhatnék úti célt, én Afrika mellett voksolnék. Tisztában vagyok vele, hogy messze van, de megéri a fáradtságot, mert számtalan lehetőséget kínál. A csodás partok és a safari túrák remek kikapcsolódást ígérnek. Modelljeink egész héten keményen dolgoztak. Mi lehetne jobb módja a lazításnak egy kis piszkos szágoldozásnál? Mellettem áll Keol, ki a Kauai utazási irodától. Szerinted jól fogunk mulatni? Nagyon jól fogtok mulatni. És piszkosak leszünk? Bizony. A terepjáros túra fénypontja az volt, amikor a part mellett robogtunk. Volt ott egy hatalmas hegy, amely spirituális helynek számít a hawaii emberek számára. Sok törzsfőnököt és papot temettek a hegybe, melynek neve angolul azt jelenti emlékezni. Klassz volt. Szerinted milyenek voltunk? Remekül csináltátok. Legközelebb még nagyobb kalandban lesz részetek. Jól éreztétek magatokat? Te mennyire? Ahogy a helyiek mondják itt, Kauai szigetén. Mahalo. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Lisa Glebe vagyok. Találkozzunk legközelebb. Magyar hangok. Báli Zsanett, Galambos Péter, Sipos Eszter, Kelemen Kata, Lipcsei Bori, Kádár Lilla, Vámos Móni. Magyar szöveg Udvaros Melinda, hangmérnök Erdélyi Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot az AXM megbízásából az SDI Media Hungary készítette.